A dél-olaszországi zarándoklatunk első állomása Matera. Olaszország Bazilikáta régiójában Matera megyében helyezkedik el. A város nevezetessége a Sassi di Matera történelmi központ, amelyet barlanglakások alkotnak, egy külön városnegyed, ami 1993 óta már a UNESCO világörökségének részét is képezi. Ez a terület már az őskorban uh, lakott terület volt, és ezekben a barlang labirintusokban, még az 1950-es években is éltek emberek áram, víz nélkül, rettenetes higiéni körülmények között. Olaszország egyik legnagyobb nyomornegyedéről volt szó, de részletesebben fogunk foglalkozni ezzel a későbbiekben. Egy picikét szóljunk a város fekvéséről. Matera a Murcsa-fennsíkon fekszik. És a, ez a terület a krétakorban alakult ki, vastag mészkő lerakódásokból, ami elősegítette a változatos karstformák kialakulását. Nagyon gyors folyású patakok, folyók voltak ezeken a vidékeken, amelyek meredek szurdokvölgyeket hoztak létre. Maga Matera városa egy ilyen szurdokvölgy közelében, annak a nyugati oldalán épült fel. A mai modern város pedig az órvárostól nyugatra és Északra terjed ki. Matera éghajlatával kapcsolatban azt mondhatjuk elő, tipikus mediterrán az éghajlat, enyhék a telek és forrók a nyarak, csapadék pedig inkább a téli hónapokban hullik. A város nevének az eredetéről több feltételezés is létezik. Az egyik szerint a meta, azaz a szikla szóból származik más feltételezés szerint pedig a materiész, vagyis faanyag latin szóból származik. Vannak azonban olyan kutatók, amelyek arra gondolnak, hogy mater héra, vagy másképpen gája, földanya latin nevéből kell eredeztetni matera nevét. Megint mások pedig görög eredetű szóra gondolnak, miszerint matályos olosz lenne a, a város nevének eredete, ami azt jelenti, hogy üreges, és ezt ugye úgy kellene értelmezni, hogy a számos barlang miatt üreges a terület. És akkor, hogy a város történetével kapcsolatban már említettük, már a paleolitikum idejében éltek itt emberek. A régészeti kutatások azt bizonyították, hogy ezekben a barlangokban már ekkor emberek laktak, bár tulajdonképpeni településről csak a neolitikumban beszélhetünk. A Krisztus előtti második harmadik évezredben pásztornépek laktak ezeken a területeken, azt valószínűsítik, hogy a Balkán félszigetről érkeztek ide. A San Nicola dei Grécsi templom környékén pedig egy bronzkori település nyomaira is bukkantak. Az ókor során ezt a területet nagyon gyéren lakták, több kisebb település elszórtan volt itt, ezt ö, azóta síremlékek bizonyítják. Hogy miért nem figyeltek fel erre a területre, ugye egy dél-olaszországban a Mannyagréce a Nagy-Görögország területén ö, igen ö, fontos kulturális központ volt, ezen kívül ö, a rómaiak idején sem sikerült semmiféle jelentőségre szertenni akkor még a városnak, hát mindezeknek az az oka, hogy stratégiai szempontból nagyon kedvezőtlen helyen feküdt, egyáltalán nem volt közel semmilyen kereskedelmi útvonalhoz és ezen nem változtatott még a via -pia megépítése sem, úgyhogy ezekben az időkben, az ókorban igazából semmiféle komoly jelentőséggel nem rendelkezett ez a terület. A Római Birodalom idejében az Apuliet Calabria provincia részébe sorolták be. A római birodalom felbomlását követően először a gótok kezére került, utána pedig a Bizánci Birodalom fennhatósága alá. Alapvetően ennek a területnek az elhanyagoltságát jelentő jelentéktelenségét bizonyítja az is, hogy ezekből a korszakokból. Nem maradtak föl komoly emlékek, sem ő ókeresztény, sem pedig bizánci emlékek. A város kialakulásával kapcsolatban az első fontos dátum az 662, ekkor, ekkor esik először említés Materáról, mint a Longobárd hercegség részéről. Az első várat is egyébként Materában a Longobárdok építették föl a 7.-8. században bizánci szerzetesek érkeztek ide, és ők itt a környékbeli barlangokban telepedtek le. A 9. században pedig Bari környékéről érkező arab seregek ostromolták meg. És akkor elérkeztünk végre a fellendülés korszakához, ez a norman hódításokkal kezdődött. 1042-ben Guillermo Braccio di Ferro lett Matera első grófja. Ezt követően grófi irányítás alatt stabilizálódott Matera város politikai helyzete, és ekkor vált Matera érseki székhelyé. 1082-ben épült fel a Bencés Szent Eusztákió kolostor is, és ennek a jelentőségét mutatja az, hogy tíz évre rá, 1092-ben maga második Orbán pápa személyesen is felkereste. Úgyhogy itt már a 11. század végén pápai látogatás is történik a városban. A város fejlődése ebben a korban nagyon szépen halad előre. A 12. században egy híres arab utazó, Idriszi is felkeresi ezt a területet, és írásos nyoma marad annak, hogy egy nagyszerű, nagyon szép, komoly város talál itt. De ezt követően a politikai harcoknak a sora nem áll meg Matera életében. 1266-ban Károly szerzi meg a várost. De a 13. században ö, folytatódik az építkezés materon belül számos templomot építenek, és a Szaszik első írásos említése is 1204-ből származik. Materát 1349-ben a Tarantúi hercegséghez csatolták. Ez az az időszak, amikor ferences és domonkos szerzetesek jöttek ide Materába, és megalapították a szánrokkú ispotáit. Ekkoriban már Materát várfal védte, és a város szerkezetben már elkülönültek a Sasszi és a Csivita negyedek. Az ezt követő időszakban, feudális időszakban, hatalmi harcok egész sora követi egymást Matera életében. Ugyanakkor azt mondják, hogy ez volt az a korszak is, amikor a város legszebb palotái épültek. 1450 és 1500 között újabb betelepülők érkeznek a városba, albánok, szerbek és horvátok. Úgyhogy ilyen módon is növekedett a népesség, olyannyira, hogy az 1500-as évek végére a város eléri a 17 ezres lélekszámot. Még annak ellenére is, hogy elég sok járványal kellett szembenézni a 16. században. 1529-ben 1562-ben és 1567-ben is nagyon komoly járvány pusztította a lakosságot. A politikai változások ö, sajnos ö, folyamatosan jelen vannak, pénzhiány miatt ö, eladták a várost. Királyi tulajdonból nemesi családok birtokába jutott, majd 1645-ben a város lakossága fellázadt az uralkodó nemesi családok ellen, és ez az a pont, amikor végre a város a lakosság tulajdonába kerül, és önálló várossá tud válni. Hatalmas esemény matere életében, hogy provincia székhely lesz, úgyhogy a jelentősége emiatt még inkább emelkedik. Nagyon sok közalkalmazott jön ide, akik szintén hozzájárultak, nem csak az adminisztráció, hanem a város fejlődéséhez is. Még több komoly palota épül Materában, úgyhogy még élesebb lesz az ellentét a nemesi paloták és a nyomornegyed között. A 19. századba érve viszont sajnos a fellendülésnek vége szakad, ugyanis Matera elveszíti a provincia székhelyi státuszát, a provincia székhelyét áthelyezik máshova, úgyhogy ennek megfelelően az itt lévő hivatalnoki réteg is távozik. Újabb csapás az 1816-os járvány, ami szinte megtizedeli a lakosságot. Felszámolják az egyházi birtokokat is, és ezeket eladták a tehetősebb helyi lakosoknak. A tehetős nemesség és a lakosság közötti ellentét az, folyamatosan fellángol Matera életében, amikor Garibaldi seregei a déli településeket egymás után elfoglalják, akkor Materában ez, a, ez az ellentét nagyon jelentősé válik, és a nép harag felizzik, úgyhogy egy hirtelen alakult népgyűlésem a szegény lakosság elítéli és kivégzi a város leggazdagabb nemeseit. Ezt követően a hanyatlás még inkább folytatódik. A szegénység növekszik 1860 után, és bár a materai lakosság a szegény nép valamennyi földet kap, de materában a talaj meglehetősen terméketlen, úgyhogy még a legszükségesebb élelmiszereket is nagyon, nagyon nehezen tudják előteremteni szegénységtomból. És éhénység. Ö, alapvetően ezt a Alapból nagyon rossz helyzetet még tetőzte az is, hogy többször is felütötte fejét malária a városban. Ennek ugye ennyi, egyik oka még az elégtelen higiéniai feltételek is. 1902-ben egy igen komoly munkás felkelés is történt itt, mintegy 300 munkás szervezett felkelést, amely sok ember életet is követelt, és még inkább felhívta a figyelmet. A, a, város elmaradott mi voltára, és alapvetően nem csak Matera, hanem a környező déli települések hátrányos helyzetére. 20. század elején Materának e, körülbelül 17 ezer lakosa volt, és a 17 ezer főből nagyjából 13 ezeren éltek a szaszékban a legrettenetesebb körülmények között. A város vízellátását ekkor mindössze egyetlen városi kút biztosította. 1912-ben megépült az első vasútvonal. 1923 és 26 között pedig a városvezetés elhatározta, hogy fel kell építeni egy családi házakból álló városnegyedet, és oda a barlanglakásokból át kell költöztetni a lakásokat normális fejlett körülmények közé. 1927-ben egy pozitív esemény történik, Matera város lett, Matera megyének a székhelye, és azzal, hogy megyeszékhely rangra emelkedett, újabb lendületet tudott adni a városrendezés, városfejlesztés számára. Ekkor épült ki a szennyvízhálózat is. A második világháború után kapott a, a kiterjedtebb közéletben nagyobb figyelmet matera, illetve a materai helyzet, ugyanis Kárló uh, Levi a Krisztus megállt Eboninál című könyvében leírja uh, ezeknek a barlanglakásoknak és az ott élőknek a helyzetét. Ja, ugye a lakosság, matera lakosságának nagyjából 70%-a élt ezekben a barlanglakásokban, együtt a házi állatokkal, az emberek és az állatok együtt, uh, ivóvíz és csatornázás nélkül. Ugye mivel ilyen módon ennek a helyzetnek híre ment, már a felső politika is kénytelen volt foglalkozni ezzel az ügyel. olyan szinték, hogy az igazságügyminiszter az ország szégyenének nevezte materát, Olaszország szégyenének. És ez új lendületet adott annak, hogy most már hathatós intézkedéseket kell tenni kiadtak egy úgynevezett 619-es számú kormányrendeletet, amely kimondta, hogy új városnegyedeket kell építeni, és a barlangokban élő teljes lakosság áthelyezését meg kell oldani. Ez azonban nem volt olyan könnyű, hiszen az itt lakók ragaszkodtak a lakóhelyükhöz, és valamiért nem volt csábító sem a friss víz, sem a kultúráltabb körülmények, hogy egyre inkább az áttelepítettek visszaszögdöstek az eredeti lakóhelyükre, úgyhogy nem volt mit tenni, mint el kellett rendelni, hogy ezeknek a, ezeknek a barlanglakásokat be kell falazni, hogy elejét vegyék a visszaszökésnek, visszatelepülésnek. Viszont ezeknek a barlanglakásoknak az állaga elkezdett romlani, és 1965-ben néhány itt lévő épület teljesen össze is omlott. Úgyhogy innentől kezdve az államvezetés, az államvezetésének foglalkoznia kellett a, ezeknek a barlanglakásoknak a stabilizálásával, a megőrzésével, úgyhogy kiadtak egy újabb 126-os számú rendeletet. Ugyanis felfedezték ezeknek a szaszéknak a kulturális értékét, Mind régészeti, mind népművészeti szempontból a jelentőségét. Elég nagy pénzáldozatot is hoztak, úgy, ugyanis ebben az időben az olasz állam több milliárd lirát áldozott arra, hogy sikerüljön a szaszik állagát megtartani és fenntarthatóan megőrizni ezeknek az épségét. Még alakult 1986-ban egy külön hivatal is, az úgynevezett Ufficio szászi, ami átvette és onnantól kezdve koordinálta ö, ezeket a feladatokat. 1993-ban pedig ö, a szaszik az UNESCO világörökség részévé is váltak. Ma pedig ö, Olaszország legnagyobb szabadtéri múzeumát alkotják. Ö, Matera lakosságával kapcsolatban 20. Század ele, 21. század elején egy 2008-as adatot tudok hozni, 60 ezer fő nagyjából jelenleg a város lakossága. Nyelvi szempontból érdekesség, hogy bár természetesen olasz nyelvet beszélnek, de annak egy nagyon különleges materai dialektusát. Ez az úgynevezett materai nyelvjárás, egyike a pújai nyelvjárásoknak, és alapvetően a bari, vagy a tarantói nyelvjárással mutat hasonlóságot. A legfőbb sajátossága az, hogy redukálja, erősen redukálja a magánhangzókat. Például amit az olasz nyelvben a sör, az labirra, itt a materai dialektus szerint labur. Vagy az olaszban az anya, la mamma, a egyszerűen azt mondják, la mom. Ha egy picikét ö, akarunk még részletesebben foglalkozni a barlanglakásokkal, akkor azt mondhatjuk, hogy ö, időben nem egyszerre jöttek létre, hiszen ö, már a kezdetektől fogva lakott területről van szó. Tehát ö, az időben eltérő barlanglakások és épületek igen sok különbözőséget mutatnak. Az első lakosok még a karstfelszín természetes barlangjaiba költöztek be, ezt követően a későbbiekben ezeket a barlangokat elkezdték bezárni, tehát a barlangnyílásnak legyen egy külön bejárata, azt belehessen zárni, vagy pedig adott esetben kibővíteni, ezt elsősorban véséssel bővítették, és a barlang nagyságát pedig befelé hosszanti irányban tudták bővíteni. Hogyha a barlang méretét nem, hanem a későbbiekben a, a barlang lakás méretét úgy növelték, hogy a barlang bejárat elé építettek szobákat, vagy előszobákat, elsősorban kőből. A, a későbbiekben pedig, amikor már kiválták a barlang barlanglakást, nem a természetes barlangba költöztek be, akkor elsősorban azt dőlve válták ki, Azért, hogy a napfénye minél nagyobb szögben be tudjon oda sütni, és a barlangnak a mélyebb pontjait is meg tudja világítani. És hát ezek között, a, a különlegesen kialakított barlangok között egy idő után már, mint egy labirintus keletkezett, hogy könnyen tudjanak közlekedni fentről le és lentről fel, lépcsősorokat is kialakítottak, és a praktikusság szempontja miatt kis utcácskák is létrejöttek, amik összetudták kötni a barlangokat és a lakásokat. Hogyan jutottak vízhez? Hát elsősorban gyűjtőmedencék révén. Ezeket a medencéket több rétegben is szigetelték, és egyrészt forrást, vízforrás volt a számukra a föld alatti kutak, vagy természetes források, másrészt pedig ezekben a gyűjtőmedencékben az esővizet is tudták gyűjteni. Voltak olyan lakások, amelyeknek volt saját vízgyűjtője, de a legtöbb esetben az volt a -e jellemző, hogy az egymáshoz közeleső, egy udvarba tömörülő lakások használtak egy közös vízgyűjtőt. És hogy összegezve elmondjuk, hogy milyen épületek is voltak itt a Szasszik területén, Összesen 60 barlangtemplom, 20 épített templom, 3012 lakás, amiből 665 darab barlanglakás, ez azt jelenti, hogy a bejárata ezeknek a lakásoknak az utca szintje alatt van. És 1672 olyan barlanglakás, amelynek a bejárata az utca szintjén van. És van még 372 ö, olyan barlanglakás, ami már meglévő lakásra épült. Van 307 darab emeletes ház, 8 két emeletes ház és 1645 kezdetleges barlanglakás. És akkor, ami számunkra nagyon fontos pont, hiszen zarándoklaton vagyunk, az a vallási élet. Matera a 10. századtól kezdődően már püspögi székhely volt, és ahogy azt már említettük, a 11. században nyerte el az érseki székhelyi rangot. Ez követően viszont a 13. század elején egy pápai rendelet egyesít több egyházmegyét, és ekkor az érseki rangot elveszíti Matera sajnos. A városnak, Kettő védőszentje van, a már említett Szent Eustachiusz, a másik pedig a Szűzanya, illetve hát az úgynevezett Madonna della Bruna, ugyanis itt a Szűzanyát egy hozzá kapcsolódó legendával együtt tisztelik. Akkor ismerjük meg ezeket a szenteket, hiszen Szent Eustachiusz annyira nem ismert Szent, viszont nagyon szép az ő hozzá kapcsolódó legenda, úgyhogy igazán érdemes megismerni. Szent Eusztakioszt magyarosan Szent Eusztáknak nevezik, vértanú szent és a 14 segítő szent egyike. A legendája szerint az eredeti neve Placidus volt, és Trajanus császár katonai parancsnoka volt. Az életének különleges eseménye egy vadászat közben következett be. Tivoli közelében szarvas bukkant. Észrevett egy csodálatosan szép szarvasgímet, nem csak pompásabb, nagyobb volt, hanem fölkeltette a figyelmét, és ez a bizonyos gím ott hagyja az egész szarvascsordát csordát, előre szökkent, és az erdő sűrűje felé csalta Placiduszt. A katonák többsége az a többi szarvas között ö, ö, válogatott, de Placidus ezt az egy gímet követte, utána ment az erdőbe, és teljesen elszakadt a társaitól. Ő minden erét megfeszítette, hogy utólérje, és azt tapasztalta, hogy a szarvas felhágott egy szír tetejére. Ekkor Placedus még mindig azon gondolkodott, hogy hogyan tudná elejteni az állatot, viszont amikor alaposabban szemügyre vette, akkor csodás jelenséget látott meg, ugyanis úgy látta, mintha a szarvas agancsai között a Szent Kereszt jele lenne. Méghozzá a napfényétől elkezdett nagyon láthatóan tündökölni a Kereszt, és abban meglátta még Jézus Krisztus képmását is még csodálatosabb jelenség történik, ugyanis a szarvas beszélni kezd. De a szarvas szája által maga az Úr Jézus Krisztus szólítja meg Placiduszt, és azt mondja, miért üldözöl Placidus? Irántad való irgalomból jelentem meg néked ebben az állatban. Én vagyok Krisztus, akit te ismeretlenül tisztelsz. Alamizsnáid feljutottak színem elé, ezért jöttem el. E szarvasban, akire vadásztál, én vadáztam terád. Ennek a csodálatos jelenésnek a hatására természetesen azonnal a keresztény hitre tér, de nem csak saját maga, hanem az egész családja is megkeresztelkedik, hiszen nem csak felesége, hanem két fia is van, és ez az a pont, amikor leteszi az ő pogány nevéd, és felveszi az Eusták nevet. Ez egyébként görögből származik, a jelentése Eustokius szerencse vagy pedig gyümölcsöző. Hát alapvetően sajnos a, a megtérést csapások sorozata követi, ugyanis ellopják a vagyonát, a szolgái meghalnak Pestisben, és amikor a családjával elutazik egy tengeri útra, akkor a hajókapitánya elrabolja a feleségét. És akkor csak a két fiúval mennek ilyen módon tovább, viszont amikor megérkeznek és átkelnek egy folyón a két fiúval, akkor a gyerekeket elviszi, elviszik vadállatok. Az egyik fiút elviszi egy farkas, a másik fiát pedig elviszi egy oroszlán. De még ezek között a rettenetes körülmények között sem panaszkodik, hanem imádkozik rendületlenül, és ennek meg is van a gyümölcse, ugyanis mindegyik családtagját visszakapja. A feleségét is, és mind a két fiát is. Viszont a, a végzet, hiszen már az ellen elmondtam, hogy vértanú szentről van szó, akkor következik be, amikor, mint katonai tisztviselő, kötelessége lenne, hogy pogányáldozatot mutasson be. Ezt természetesen, mint megtért keresztény megtagadja, és ezért Hadrianus császár nem csak őt saját magát, hanem az egész családját halálra ítéli. Ez, ez elég rettenetes módon történik, a kivégzés. Kettő változata is létezik a legendáriumban. Az első az, hogy halálra sütötték őket egy bika vagy ökör formájú bronzszoborban. Hát a másik az nem kevésbé rettenetes. A másik szerint vadállatok elé vetették őket, majd pedig a maradványaikat megolvat ércben elégették. A vértanúságuk időpontját 118-ra tesz. Az ábrázolásáról annyit, hogy gyakran úgy ábrázolják, hogy a kezében egy szarvas feje van, de az önálló ábrázolásain korabeli polgári ruhában, vagy pedig harcosként szokták megjeleníteni, gyakran lóháton, vadászat közben, amint egy szer szarvas előtt térdel, amelynek agancsai között feszület látható. Ugye ez a gyönyörű szép látomását jeleníti meg, amelynek hatására megtért. És ahogy említettem, a város másik védőszentje, a Madonna della Bruna. Hát ez is egy uh, igazából történelmi vagy teológiai alapot nélkülöző, de nagyon szép legendához kötődik. Hát ez inkább a, a naív népi vallásosságon alapul ez a legenda, de Matera életében nagyon fontos. Hát ez arról szól, ez a középkori legenda, hogy egy földműves a kocsiával hazafelé tart Materába, és uh, észrevesz egy ismeretlen ö, fiatal lányt, akit felvesz a kocsiába, hogy hazavigye. Meg is érkeznek materába, és miatt leszállna ez a hölgy a kocsiról, megkérje a fölnővest, hogy adjon át egy fontos üzenetet a püspöknek, mégpedig azt, hogy a püspöknek itt kell maradni a materában. Ekkor a hölgy leszáll, és ö, egy pillanat alatt eltűnik a gazda szem elől, és ekkor a gazda rájön, hogy ez a hölgy nem más volt, mint maga a Madonna. Hiasztja is a püspököt és a papságot, akik azonnal oda mennek, hogy megvizsgálják az esetet, hogy mi is történt, és azon a helyen, ahol ez a hölgy leszállt a szekérről, találnak egy nagyon szép szűzanyábrázolást, egy nagyon-nagyon gazdagon díszített, gyönyörű szép képet, amit isteni jelnek tekintenek, és diadalmasan Ünnepi menetben bevitték a Székes Egyházba. Úgyhogy innentől kezdve ez a, ez a gyönyörű kép, a Madonna Della Bruna képe. Mivel ugye a városvédőszentje évről évre megemlékeznek róla, és hivatalossá 1389-től vált ez az ünnep, ugyanis olyan mély volt a, a szűzanya tisztelete, a Madonna Della Bruna iránt, hogy úgy látszik, hogy az egyház jobbnak látta, hogyha összekapcsolja ezt a tiszteletet egy hivatalos Mária ünneppel. Ez pedig nem más lett, mint Mária látogatása Erzsébetnél, úgyhogy a Madonna Della Bruna az az Erzsébetet meglátogató szűzanyával lett ilyen módon azonosítva, és akkor ilyen módon ö, föl tudták venni a liturgikus naptárba is. Július 2-án van a búcsú dátuma.